a Nemzetművészet díj, hát ez az álom kategória volt számomra. Nagy súlyként is nehezedik rám, de ugyanakkor földön túli boldogsággal tölt el. Egy zalai kisváros zeneiskolájából indultam, egy egyszerű családból, ahol komoly zenét nem hallgattak. És hogy a gondviselés ilyen magasra repített, hát ez mai napig is álom kategória. Közel 50 évet, pontosan 48 évet töltöttem az énekesi pályán. Ezer és ezer mű van a repertoáromon. Büszke vagyok, hogy első lehettem 1970-ben az induló régi zenei mozgalomnak. Akkoriban az Ász Renáta együttes tagjaként, amely egy vokális együttes volt, de mellettünk volt Cidra László, a Kameráta Hungárika együttesével, és a Kecskés együttes egy Lantrióval. Tehát mi indítottuk el annak idején a régi zene mozgalmat Magyarországon. Szerencsém volt tulajdonképpen, hogy olyan két mesterem volt, az egyik Ivánkovics Ferencné, az ő nevét nem ismerik. 10 évig dolgoztam vele, ő tanította meg a zenei alapokat, erre építkezhettem egész életemben. A másik Virág László, aki az Ász Renáta együttest megalapította, aki kinyitotta az utat nekem a régi zene felé. Az emberek boldogságáért is talán tudtam tenni valamit, és örülök, hogy ez a zene iránti alázatom, ez visszhangzott a hallgatóságban is. Van egy mondás, tehát Csontváritól származik, hogy a művész nem magáért, hanem Isten dicsőségéért dolgozik, és az emberiség boldogságáért teszi a dolgát.